Tisztelt hallgatóság! Folytatjuk a magfizika történetét, az atommag alkotó részeinek a megismerésének a történetével. Ugye az előzményekbe a radioaktivitást említettük, illetve Rutherfordnak a kísérletét, amiben kimutatta, hogy az atomok közepén egy nagyon pici magban koncentrálódik a pozitív töltés és a tömegnek a túlnyomó többsége. Nos, az 1910-es évek elején adott volt a méréstechnika, hogy az atomok tömegének és a töltésén, tömegét és töltését meg lehessen mérni. Ugye vákumcsőben gyorsítani lehet nem csak elektronokat, hanem ionokat is, és ezt eltérítik elektromos mágneses térben, akkor az eltérülés mértékéből következtetni lehet. Egész pontosan a töltés per tömeg arányra, de ugye a töltést meg onnan lehet tudni, hogy mondjuk egyszeresen ionizálnak egy atomot, akkor a töltése egyszeres elemi töltés lesz. Nos, elkezdték módszeresen minél több atomnak megmérni a töltését és a tömegét, és mindenütt a hidrogénatom magjának, amit elneveztek protonnak, valamilyen ősi, ilyesmit jelent ez a szótő, szóval mindenütt a hidrogénatom magjának a töltése és a tömege bukkant fel. Kiderült, hogy minden magnak a tömege közelítőleg egész számszorosa a proton tömegének. Ezt az egész számot tömegszámnak nevezték, és nagy A-val fogjuk jelölni. Az is kiderült, hogy a töltése az atommagoknak egész számszorosa a proton töltésének, azaz egy Z szám, azaz rendszám szorosa a proton töltésének. Ez utóbbi, ez könnyen érthető volt, ez a rendszám ugye a periódusos rendszerben felbukkanó szám, a kémiai szám, ugye a kémiai rendszáma az atomnak, azt jelenti, hogy hány elektron van az elektronburkában, ez határozza meg a kémiai tulajdonságait, és az teljesen érthető volt, hogyha az atom semleges és Z elektron van, akkor Z-szeres csak pozitív töltés kell a magba legyen, hogy semleges legyen összességében az atom. Az már egy misztikus volt első körben, hogy a tömeg is mér egész számú többszöröse a protonnak a tömegének. Mielőtt tovább megyünk, egy jelölést vezetek be. Az atommagok tipikus megadása az úgy történik, hogy leírjuk a vegyjelüket, ez X itt az általános formulában, és a tömegszámot felső, a rendszámot pedig alsó indexbe, csak bal oldalra tesszük. Például a normál hidrogén az így néz ki, de van nehéz hidrogén is. Mindjárt elmondom, hogy hogy lehet kétszer olyan nehéz egy hidrogén azonos töltés mellett. Ezt észlelték az 1910-es évben, hogy van ilyen, csak még nem tudták, hogy mi az oka. Vagy van például 14-es tömegszámú, 7-es rendszámú nitrogén, vagy a híres 235-ös urán is egy fontos változata az uránnak. Első sejtés a fizikusoknak az volt, hogy a proton egy elemi építőkő, tehát a magok azok protonokból állnak. Hát kiderült, hogy ez nem lehet igaz, mert a hidrogén, a normál hidrogén magját leszámítva, az Z az mindig kisebb volt, mint az A. Általában legalábbis a könnyű atomoknál az Z az A fél környékén volt. Ezért egy kicsit korrigálták az elképzelést, az volt, figyelem, nem jó, nehogy valaki ezt jegyezze meg, hogy ez van a magban, de az 1910-es évek elején úgy gondolták, hogy akkor az atommagban biztos van A darab proton, és A minusz Z darab elektron, ami A minusz Z darab protonnak a töltését semlegesíti, így lesz végül is a protonnak, így lesz végül is az egésznek az össztöltése Z-szeres töltésű. Ilyen módon föl tudták írni a Rutherford-féle magátalakításnak a képletét is, ez szerepelt már, csak nem ezzel a jelöléssel. Ha bemegy egy héliumatom mag, ugye ez az alfa sugárzás, ahogy Rutherford tisztázta, találkozik egy nitrogénnel, egy 14-es tömegszámú nitrogénnel, akkor lesz belőlük 17-es tömegszámú oxigén és 1-es tömegszámú hidrogén. Figyeljük, a tömegszámok és a rendszámok összege a két oldalon stimmel. És azt mondták, hogy hát
akkor lehet, hogy elektronok is vannak a magban, és ez okozza a tömegszám és a rendszám eltérését. Aztán jött az első világháború, mely egy kicsit befékezte a kutatásokat. Egyrészt ugye nem erre figyeltek az emberek, másrészt sajnos több jelentős magfizikus meghalt katonaként az első világháborúban, és a 20-as években lehetett újra igazán komolyan elővenni ezt a kutatást. De addigra már megindult a kvantummechanika is, amiről tanultunk. A kvantummechanikának rengeteg kezdeti sikere volt, például a periódusos rendszert magyarázták meg a hullám elmélet alapján. Kitalálták akkor a fizikusok, próbáljuk meg a kvantummechanikát a magfizikára is alkalmazni, és képzeljük el, hogy mi lesz abból, hogyha A darab protont és A-Z elektront összeteszünk egy kis helyre. Elszomorodtak a fizikusok, mert az jött ki, hogy az atommagban nem lehetnek elektronok. Képtelenség. Ugyanis például onnan érthetjük meg, hogy a Heisenberg-féle határozatlansági relációk miatt, ha kicsi a helybizonytalanság, az elektron be van szorítva a 10^-15 méter méretű atommagba, akkor ez nagyon nagy lendületbizonytalansághoz vezetne, viszont azt jelenti, hogy nagy sebességű véletlen bolyongást produkálnak az elektronok, és kiszakadnának mindenképpen a magból. Tehát vagy valamit korrigálni kell a kvantummechanikán, amit éppen csak felfedeztek, vagy mégse elektronok vannak az atommagban. Azért ez a kvantummechanika alkalmazása magfizikában azért sikereket is hozott, például az egyik első eredmény az volt, hogy az alfabomlást le tudták írni az úgynevezett alagút effektussal. A különböző atommagok felezési idejét sikerült összhangba hozni egy olyan elmélettel, ami szerint az alfa részecskét hullám tulajdonságú részecskének tekintjük, és úgy szabadul ki az atomból, hogy eközben kihasználja a kvantummechanikai tulajdonságokat is. Most ezt az alagút effektust szeretném egy kicsit bemutatni néhány videóval, hogy jobban érzékelhető legyen. Ez egy egyszerűsített kép, amit itt mutatok, tehát nem az atommagbeli erőket mutatja, hanem csak azt mutatja, hogyha van egy ilyen potenciálgödör, ugye figyelem, a kvantummechanikánál mutattam már ilyen diagramokat, ez itt a Vx, a potenciális energia helyfüggvényében. Itt ebbe a gödörbe ennyi az elektronnak az összenergiája. Nem tud szabadon szaladgálni a gödörbe, mert itt van a közepén egy kis fal. És ezen a falon elvileg nem mehetne át, ha részecske lenne. Na de a hullám tulajdonsága miatt, nézzük csak, most megállítottam a videót, indítottam a hullámfüggvényét a baloldali gödörrészből, itt a hullámfüggvénye kezdetben, de ahogy engedem fejlődni a hullámfüggvényt, eleinte a baloldali gödörbe verődik, ide-oda, de aztán hullámfüggvénye átszivárog a falon, ez az alagút effektus, és végül is egyforma valószínűséggel bukkan föl mindkét oldalon. Persze, ezt az egészet befolyásolja a részecske tömege, meg a fal vastagság. Ez például egy olyan eset, amikor az előzőhöz képest nagyobb tömegű részecskét vettem a szimulációba. Ennek a hullámfüggvénye az ugyanolyan vastag falon elhanyagolható mértékben verődik vissza, a baloldali gödörrészben végül is szétkenődik a hullámfüggvény, azért marad némi hullám jellege, de nem jut át a jobb oldalra. Ez a részecske tömegétől is függ, meg ennek a falnak a vastagságától is, hogyha ezt a nagy tömegű részecskét egy vékony fallal hozom kapcsolatba, akkor figyeljük meg, végül is át tud menni ezen a falon ez a részecske. Néhány pattogás után a hullám függvénye teljesen átszivárog, és ugye ez a függőleges szaggatott vonal mutatja azt, hogy mennyi, hol van a tömegközéppontja ennek. Eleinte itt verődik ide-oda, de aztán a végén a tömegközéppontja bejön ide középre, csak hát persze ingadozik egy picit jobbra-balra. Nos, hát ezt sikerült egy George Gamow nevű fizikusnak leírni,
kiderült, hogy mégiscsak jó a kvantummechanika a magfizikában, de azért még helyre kell tenni valamit. Az egyik legnagyobb helyretételi lépés az az volt, hogy felfedezték a neutront. Rutherford már 1920 körül megfogalmaz azt a sejtést, hogy létezik egy semleges proton, ezt nevezte neutronnak. Az volt az elképzelés, hogy a protonnak és az elektronnak az egyesüléséből neutron születik. Kiderült, hogy ez rossz. De ugye a fizika történetben a rossz ötletek is sokszor előremutatóak. Minden esetre elkezdték keresni a neutront, mert ha lenne egy semleges proton, akkor az az elektron a magban, ami rossz elképzelésnek bizonyult, ezt az elképzelést ki lehetne váltani protonok és neutronok összességeként képzelve el a magot. Végül a sok kísérletezés után egy James Chadwick nevű fizikusnak sikerül 1932-ben kimutatnia a neutront. Az derül ki, hogyha 9-es tömegszámú berilliumot bombáz alfa részecskékkel, akkor 12-es tömegszámú szén marad hátra, és kirepül egy magányos neutron ebből a folyamatból. A neutront úgy vették észre, mint valami különleges sugárzás, ami áthatol az olyan vastag ólomlemezeken is, amik teljesen elnyelik az alfa-béta-gamma sugárzást. Tehát ez egy nagyon nagy áthatoló képességű sugárzás volt a neutron, épp azért, mert semleges, nincsen töltése, és pici golyócskaként szépen át tud röpülni, nem csak hogy az atomok között, hanem ha nem találkozik az atom maggal, akkor ez még az atom elektron burkában is szinte észrevétlenül oson át ez a neutron. Nehéz is volt vele kísérletezni, de ezért is tartott viszonylag sokáig a felfedezése. De 1932-re megvan ez, és innentől kezdve lehet tudni, hogy az atommag Z darab protonból és A-Z darab neutronból áll. Rendben, ezzel a kérdések egy része meg lett magyarázva, de azért nem az összes. Például érthetetlen volt, hogy miért nem ugrik szét a mag annak hatására, hogy a pozitív töltésű protonok egymást taszítják. A neutronok meg semlegesek, azok ugye ebben nem szólnak bele, de miért nem ugrik szét az atommag? Illetve milyen kölcsönhatás van a protonok és a neutronok között? Mert az biztos, hogy van valami összetartó erő, valamilyen vonzó erőnek kell lennie, de ez nem lehet a gravitáció, az sokkal-sokkal gyengébb ez, az elektromos taszítás az meg értelemszerűen nem. Illetve praktikus szempontból az volt egy kérdés, hogy amikor ezek az átalakulások, például egy radioaktív bomlás, vagy az itt említett reakció lezajlik, mennyi energia szabadul föl ezeknek a során. A baj az, hogy nagyon nehéz a méréstechnika. Amit tuti biztosan és egyre pontosabban tudtak mérni a 20-as, 30-as években, az az atommagok tömege és töltése. Ezt a méréstechnikát nagyon fejlesztették. Zárójeles megjegyzés, nem csak a magfizika miatt, hanem a kémiai, nagyon pontos kémiai összetétel elemzés miatt, ugyanis ezekben a katódsugár csövekben, amiben már nem katódsugarak, hanem ionok mentek, és tömeg szerint szétválasztották őket, ez az eszköz nagyon jó volt kémiai analízisre. Ha valaki néz egy helyszínelők jellegű filmet, ott nagyon sokszor előszednek egy, mit tudom én, egy bolha gyomrából valamit, ami a bolha megcsípte az áldozatot, és talán a bolha gyomrában ott van még az áldozatba befecskendezett méregnek a nyoma. Jó, hát ez talán kicsit túlzás volt, de valami ilyen hülyeségek vannak az ilyen helyszínelős filmekben. Na de emögött ez a méréstechnika áll, hogy vákumban fölgyorsítva az ionokat, szétválasztva mágneses elektromos térben töltés és tömeg szerint nagyon pontos kémiai analízis is végezhető. Na, de vissza a magfizikára, minden esetre fejlődött ez a méréstechnika, az úgynevezett tömegspektroszkópia, és kiderült a pontos mérések során, hogy a magok tömege kicsivel kevesebb, mint az alkotórészek tömege.
Mondjuk egy konkrét példát, például a hélium atomnak a tömege kevesebb, mint kettő proton és kettő neutron együtt. Nem túl nagy az eltérés, az ezrelék nagyságrendjébe esik, de azért bőven kimérhető volt azzal a technikával. Elnevezték ezt a jelenséget tömegdefektusnak, hát magyarra erőltetve tömeghiánynak lehetne mondani ezt, de hát igaziból persze nem jó név ez a tömeghiány. Tehát elnevezték tömegdefektusnak, aminek itt van a formulája, Z-szer a proton tömege plusz A-Z-szer a neutron tömege, kiderült, hogy egy icipicit eltér a protonétól, de nem nagyon. Szóval ez lenne az elvi tömege a magnak, ha az alkotó részek össztömegét számoljuk, és ebből kivonjuk a magnak a tömegét, akkor kapunk valami pozitív számot, ez lett a tömegdefektusnak a mértéke, ez a mag tömegének a néhány ezreléke nagyságrendjében volt. Eddigre már a relativitás elméletet mindenki jól ismert a fizikusok körébe, és némi gondolkozás után rájöttek, hogy a tömegdefektus oka, hogy a magon belül igen erős kötések vannak, a kötési energia a magrészek között, a nukleonok között, az olyan erős, hogy az az energia tömegbe átszámolva kimérhető az E egyenlő delta M per C négyzet formula segítségével. Tömegméréssel tehát meg lehetett a kötési energiáját mérni az atommagoknak, és ilyen módon kihozták, hogy mennyire vannak kötve az egyes nukleonok, és most hadd nevezzem be, vezessem be, a nukleon, a proton és a neutronnak a gyűjtő neve. És elkezdett kirajzolódni a kép, elkezdett kirajzolódni az atommagok periódusos rendszere, ha úgy tetszik. Ez egy fogalmat vezetnék be, az izotóp fogalmát. Izotópnak nevezzük az azonos rendszámú, de különböző tömegszámú atommagokat. Onnan jön a név, görögből izotoposz, azonos helyen levő, mármint hogy a periódusos rendszerben azonos helyen vannak az egyes izotópok. Nos, Z azonos, ez azt jelenti, hogy azonos számú elektron kering a magok körül, tehát a kémiai viselkedés azonos lesz, viszont a tömegszáma különbözik, akkor a fizikai paraméterek, például fagyáspont, forráspont, diffúziós képesség eltérnek. De legfőképpen magfizika szempontjából nagyon eltérnek, tehát például az egyik izotóp radioaktív, a másik nem radioaktív. Vagy mindegyik radioaktív, de egész más a felezési idejük. Néhány jelentős izotópot írtam ide, például a hidrogénnek, a normál hidrogén az egy szem protonból áll, a nehéz hidrogén az egy proton, egy neutron, a trícium nevű anyag pedig hármas tömegszámú, tehát két neutron és egy proton alkotja a magját. Ezek kémiailag azonosak a normál hidrogénnel, tehát például vízben is részt vehetnek ezek, csak persze mondjuk egy nehéz hidrogén tartalmazó vízmolekula kicsit nehezebb lesz, mint a normál vízmolekula, és ezért a nehéz víznek kicsit nagyobb a forráspontja. Vagy itt van a szénnek három jelentős izotópja, a leggyakoribb szén a 12-es, ez stabil, ez nem radioaktív, a 14-es szén az pedig radioaktív, olyan 5000 év körüli felezési idővel. Vagy ami nagyon fontos, ez az uránnak, a természetes urán értben három izotópja fordul elő, mindegyik bomlik, csak nagyon más felezési idővel, például az urán 238-nak több milliárd év a felezési ideje, de az urán 235-nek ennél jóval rövidebb, most nem emlékszem felből, azt hiszem néhány százezer év, vagy egy-két millió év, most nem tudom fejből ezt az értéket. Szóval az izotópok kémiailag teljesen egyformán viselkednek, ezért nem lehet kémiai eszközökkel szétválasztani, csak mondjuk forralással, meg ilyesmivel, ami nagyon nehézkes, pedig szükség lehet rá, de végül is foglalkoztak ezzel a fizikusok, és a 20-as, 30-as években elkezdték ezt a szép kis táblázatot kitölteni. Ez azt tartalmazza, hogy a vízszintes tengelyen a Z van, a függőleges tengelyen az N,
Az N az az A minusz Z van a függőleges tengelyen, tehát a neutronoknak a száma, és megnézték, hogy mindegyik izotóp milyen felezési idejű. Ezen a diagramon a fekete a stabil izotópokat jelöli, itt középtájon egy vékony gerinc, attól távolodva egyre rövidebb és rövidebb felezési időket látunk, végül ez a sötét kék, ez már egy másodperc vagy az alatti felezési idejű izotópokat jelöl. Látható, hogy rengeteg izotóp van, minden egyes atomnak, ugye egy-egy kémiai elem az egy-egy oszlopban rendeződik itt. Például itt a 92-es, itt ebben az oszlopban, itt vannak az uránnak az izotópiai, jó, most nem tudok szép egyenes vonalat rajzolni, vagy itt leglent, itt pedig a hidrogén izotópok találhatók. Szóval fölmérték ezt, mert ez volt a térkép az atommagok esetére. És ez nagyon sok kérdésre választ adott. Például arra, hogy milyen radioaktív bomlások történnek meg vagy se. Kiderült, hogy a jól ismert energiaminimum elv irányítja a bomlásokat. Egy bomlás akkor történik meg, ha végtermék összkötési energiája nagyobb, mint a kezdeti energia, tehát ha energia szabadul föl. A stabil magok esetén nem találunk olyan bomlást, kiszakítunk bele egy alfa részecskét, egy bétát vagy neutront. Szóval nincs olyan változat, hogy úgy változtassuk meg a magot, hogy nagyobb kötési energiához, azaz mélyebb energiaszinthez vezessen. A radioaktív magoknál viszont találunk ilyen energianyeréssel járó bomlást. Elkészült át a magoknak a térképe, és kiderült, hogy a legtöbb izotóp radioaktív, és kevés stabil mag van. És az is kiderült, hogy a természetben nagyon gyakoriak az úgynevezett bomlási sorok. Lebomlik valami, annak a terméke újra lebomlik, az újra lebomlik, az újra lebomlik, egészen addig, amíg egy stabil magig el nem jutunk. Itt van például egy bomlási sor, a 237-es Neptunium 2 millió éves felezési idővel, itt vannak ezek pici számmal, remélhetőleg azért látszik ez, mintegy 2 millió éves felezési idővel protaktíniumá bomlik, az 26 napos felezési idővel 233-as uránnál, és nem sorolom föl, néha még el is ágazik, mert például a 213-as bizmut, az képes béta és alfa bomlásra is, és a végén tálium lesz ebből. Na de közben itt néha másodpercek telnek el, néha napok, néha ezer évek ebben a bomlásban, és ezzel sikerült megmagyarázni például azt, hogy az urán érzben hogyan lehet mondjuk rádium vagy polónium. Nézzük csak, itt van a rádium, itt van a polónium. Tehát például az uránból kiinduló bomlási sorban megtalálhatjuk ezeket a radioaktív anyagokat, és ezeket találták meg a Curie házas pár. Itt jön egy nagyon fontos diagram. A tömegszám függvényében a stabil magoknak, ez csak a stabil magoknak az egy nukleonra jutó kötési energia, tehát az E per A hányados. Ennek a csúcsa olyan 9 megaelektron volt környékén van. Az elektron volt a magfizikában használt mértékegység 1,6 × 10⁻¹⁹ joule. Mindjárt erre majd kitérek. Szóval a csúcs az a vas 56-os tömegszámú változata környékén van. Innen a nagyobb tömegszámok fele lecseng, és a kisebb tömegszámok fele meg letörik ez a görbe. Nagyjából egyenletesen megy, bár szépen vannak ilyen csúcsok, mondjuk a 4-es hélium, vagy a 16-os oxigén egy kis helyi csúcsocskát alkot ebbe, de a fő lefutása egy ilyen egy maximummal rendelkező görbe. A magreakciókat az irányítja, hogy nő-e a kötési energia, azaz nagyobb lesz-e ezen a görbén a magassága ennek az egésznek. Innen látszik, hogy például egy nehéz tömegszámú atomot, ha ketté hasítanánk, akkor nőne az összkötési energia.
vagy könnyű atommagokat egyesítenénk, akkor is nőne a kötési energia. És itt hatalmas energiákról beszélünk. Egy radioaktív bomlás során ennek az elektron voltnak a több milliószorosa, több MeV, ez M a milliós előtag, szabadul föl, egy tipikus radioaktív bomláskor. Míg a kémia reakciók tipikus energiája az elektron volt, tehát a milliomod rész nagyságrendbe esik. Egy atom kémia reakcióval néhány elektron voltot, magreakcióval néhány millió elektron voltot tud előállítani. Azonnal fölmerül a kérdés, hogy lehet-e ezt valami energiatermelésre használni, és ezt egy ideig még nem tudják megvalósítani. Előbb ahhoz meg kellett ismerni, hogy milyen is az atommag szerkezete belülről. Ugye megmértük az atommagnak a kötési energiáját, de ez nem lenne elég. Meg kellene mondani, hogy például két neutront leteszünk egymástól valamilyen távolságra, milyen erővel vonzák egymást, vagy ami ezzel legyen értékű, milyen potenciális energiát képvisel két neutron, ha egymástól adott távolságban van. Ezt azóta se tudtuk fölírni. És értelemszerűen a 20-as, 30-as években se tudták ezt fölírni. Mi a baj? Nem tudjuk egyesével manipulálni a részecskéket. Nem tudunk két neutront letenni 0,6 × 10⁻¹⁵ méter távolságra, hogy megmérjük a köztük ható erőt. Ugye ugyanezt az elektromos kölcsönhatásnál meg tudtuk csinálni, ugye Coulombék megcsinálták makroszkópikus méretű testekkel, és kiderült, hogy ez a mikrovilágban is érvényes az egyperelnézetes törvény. Na de itt az új típusú erők, az úgynevezett magerők, azok nem hatnak távolabb, mint az atommag mérete, 10⁻¹⁵ méter, és nem tudjuk a részecskéket ilyen távolságon rendesen ide-oda pakolgatni. Aztán a kvantumos szétkentség is nagyon fontos. Még ha tudnánk is manipulálni, akkor se lehetne azt mondani, hogy mekkora távolság a két neutronnak, mert szét lennének kenve. Sőt, később kiderült, hogy az atommagot alkotó részecskéknek a saját mágneses tulajdonsága, spinje is szerepet játszik, úgyhogy ezt a mai napig adós a tudomány ezzel. Úgyhogy a magokról csak valamiféle magmodelleket tudtak alkotni a fizikusok, aminek az a próbaköve, hogy vajon visszaadja a kötési energiát, tehát például ezt a görbét, vagy visszakapjuk-e ezt a térképet, hogy mely magok a stabilak, és mely magok bomlanak el, és milyen felezési idővel. Az atommagra többféle modellt kitaláltak. Az egyik modell ezek közül a csepp modell. Kiderült, hogy az atommag átmérője a tömegszám köbgyökével arányos, vagy másképpen a tömegszám arányos a magátmérő köbével. Ez azt jelenti, hogy olyan, mintha az atommag anyagának egy konstans sűrűsége lenne, mint hogyha valami folyadék cseppecske lenne az atommag. Hát nagyon hülyén hangzik ez az elképzelés, de van benne valami, és egy fizikus a legvadabb elképzelést is képes megnézni, hogyha az valami jóval kecsegtet. És kiderült, hogy a csepp modellel elég jól leírható a magoknak a kötési energiája. Persze ez a csepp azért nem egészen olyan csepp, mint egy hétköznapi folyadékcsepp, mert például föl van töltése. És ezért a proton-proton taszítás, ez csökkenti a kötési energiát, ez a taszítás szétvetni akarja a magot. Ennek az energiája arányos, ez a jel itt nem egy alfa, hanem egy arányossági jel, már itt is. Ez arányos a Z négyzettel, mert ugye minden protont taszít, kétszer annyi proton között négyszer annyi taszítás lép föl, és fordítottan arányos a maga átmérőjével, mert az elektromos potenciális energia távolsággal fordítottan arányos. Aztán a csepp felületi feszültségét is be lehet vetni, ez növeli a kötési energiát. Aztán a nukleonok vonzák egymást, tehát kell egy kötési energia ettől az ismeretlen magerőtől, ami a nukleonok számával arányos. És az is kiderült, hogy az aszimmetriát nem szereti a rendszer,
Minél jobban eltér a protonok és a neutronok száma, annál kisebb a kötési energia. Ugye A fél, ha pont fele-fele lenne a protonok és a neutronoknak a száma, akkor az A fél a Z-vel egyezne meg, de minden esetre egy ilyen aszimmetrikus tag is szerepet is játszik ebben. Nos, a részletekkel, a részletekbe itt nem belemerülve, akit érdekel, az a Simonyi könyvbe megnézheti, egész jól ki lehetett hozni ezt az E per a görbének, a, legalábbis a fő lefutását jól ki lehetett hozni a, az atomok csepp modelljével. Ennek a modellnek a meglepő sikerét az jelent, az az oka ennek, hogy a hullámfüggvények teljesen szétkenődnek a magon belül, tehát egy, tényleg egy ilyen masszaszerűen vannak együtt a protonok, meg a neutronok a magon belül. Aztán azért kiderült, hogy kell egy kicsit finomítani, mert bár ugye mai napig nem sikerült a nukleonok közti potenciális energiát fölírni, de azért kell, hogy legyen valami ilyen potenciális energia, és akkor a kvantummechanika szerint lesznek diszkrét energiaszintek, ugyanúgy, mint az elektronok diszkrét szintekre ülnek be az elektronhéjban. Szóval minden esetre kell, hogy legyenek ilyen héjak, és ezeknek a, az atommagon belüli energiaszinteknek a hatása azért tükröződik, mert az E per A az kicsit eltér a csepp modelltől. Például nézzük csak, a hélium vagy a 16-os oxigén az egy pici csúcsot alkot. Ha jobban belenagyítunk, itt is valójában vannak ilyen pici csúcsocskák. Vagy ennek a, ez se teljesen sima, ha belenagyítunk valahova, ilyen furcsa szerkezeteket látunk, itt-ott ilyen leváló kis külön fekete pöttyöcskéket, meg hasonlókat, például általában páros számok, rendszámban és tömegszámban nagyobb energia, nagyobb kötési energiát jelentenek. Kiderült, hogy valószínűleg van, nem, biztosan van valamiféle hészerket az atommagon belül, még ha nem is sikerül elméleti úton pontosan leírni, mert nem ismerjük a nukleonok kölcsönhatását teljes pontossággal, de az a kísérletekből kiderült, hogy vannak úgynevezett mágikus számok, elég hülyén hangzik, de hát a fizikusok szeretik a vicces elnevezéseket. Ezek a 2, 8, 20, 50, 82, 126. Az ezeknek megfelelő atommagok nagyon stabilak, tehát ha az A vagy az E egyike ilyen, akkor már stabilabb a mag, ha mindegyike, akkor duplán mágikus magról beszélünk, azok nagyon stabil, nagy kötési energiájú magok. Azzal kapcsolatos ez, hogy mint ahogy a periódusos rendszerben is van valamiféle periodicitás, és bizonyos elektronszámok stabil elektronszerkezetet jelentenek, ugye a nemes gázok ezek, úgy vannak nemes gázok idézőjelbe téve az atommagon belül is, ilyen például a négyes tömegszámú hélium, az alfa részecske, az duplán mágikus, a proton száma és a neutron száma is mágikus, tehát betölt egy nukleon héjat a magon belül. De ilyen például a 8-as, itt megcseréltem az alsó meg a felső indexet, elnézést, ezt meg kéne fordítani. Szóval a 8-as tömegszámú, a 16-os tömegszámú oxigén, vagy a 40-es tömegszámú kalcium is nagyon, nagyon nagy kötési energiájú. Tehát vannak energiaszintek a magokon belül. És ekkor a 30-as években elkezdődik az atommag a magtechnika, a nukleáris technika, ugye az nem csak energiatermelést jelent, nagyon sok mindent megismernek, például kiderül, hogy sugárzás hatására stabilizotópok is radioaktívá tehetők, és új izotópok állíthatók elő, amik aztán utána mindenféle bomlási sorokat produkálnak, többnyire alfa, béta és gamma bomlás, az a természetes radioaktivitás történik, de néha különleges radioaktivitás is lezajlik. Például relatíve gyakori, hogy egy szem protont bocsát ki egy atommag, ezek mind-mind ilyen mesterségesen radioaktívá tett elemeknél fordulnak elő, de nagyon ritkán még két proton egyszer történő kibocsátása is
megvalósul. Ha ez energetikailag a kedvezőbb állapot, akkor megcsinálja a természet. De van neutronkibocsátás is, ugye Chadwick kísérletében már találkoztunk ezzel, vagy az elektron antirészecské, a pozitron kibocsátás is, illetve van egy olyan fura radioaktivitás, amikor befogja a környezetből jövő elektront az atommag. Vagy a maghasadás, amiről később beszélünk majd. Ezeket a sokféle bomlásokat sokan tanulmányozták, lehet, hogy igazságtalan vagyok, én Enrico Fermi nevét emelem itt ki, mint aki nagyon sokat tett azért, hogy ezeket a folyamatokat megértsük. És ebben a korban elkezdődik az izotópoknak a mindenféle célú alkalmazása, például az izotópok között vannak mindenféle felezési idejűek, gyógyászati, anyagvizsgálati alkalmazásai vannak. Például itt az egyetemen is az egyik motoros laborban használnak izotópokat, ugyanis kémiailag ugyanolyan tulajdonságú, mint a normál anyag, tehát mondjuk beépítik, teszem azt egy motorhengerének a falába egy radioaktív vas atomokat tartalmazó izotópot, és akkor, ahogy kopik, és mikromilligrammok kopnak le ebből, a kicsorgó olajban ezeket ki lehet mutatni, a nagyon kis anyagmennyiséget is a sugárzásuk alapján ki lehet mutatni. Ebben a korban, tehát az 1930-as években indulnak ezek a vizsgálatok. Aztán kormeghatározási módszerek indulnak ki, a bomlási soroknak a tanulmányozása lehetővé teszi, hogy az izotóp arányokból régészeti leleteket vagy kőzeteknek lehessen a korát megállapítani. Mai napig is elterjedt a régészek között a szén 14-es anyagvizsgálat, ami 5600 éves felezési idejű, vagy a kőzeteknél például az urán bomlási sorából milliárd éves kőzetkorok is megállapíthatók. Aztán megtalálják a periódusos rendszer hiányzó elemeit. Kiderült ugyanis, hogy van néhány olyan Z érték, például a Z egyenlő 43-as, aminek nincs stabilizotópia. A leghosszabb felezési idő izotópia technékiumnak 61 napos. Ennek is aztán lesz műszaki, gyógyászati alkalmazása, de ugye, ha a Föld keletkezésekor a Földbe mindenféle izotóp lett is volna, akkor az ilyen rövid bomlási idejű már feltétlen lebomlott az összes. És elkezdik keresni az uránon túli elemeket, amelyeknek nincs stabilizotópia, de mesterségesen előállíthatók. Például nagyon jelentős lesz a plutónium a nukleáris technikában. A leghosszabb felezési idejű plutónium izotóp az pár millió éves felezési idejű. Tehát, hogyha volt is a Föld keletkezésekor a földkéregben plutónium, az a Föld 4,5 milliárd éve alatt már teljesen lebomlott. Visszalapozok egy picit erre a térképre. Ugye úgy tűnnek föl ezek, hogy például itt a 40-es, itt van a 43-as, ebben az oszlopban itt csak piros pöttyök van, nincs fekete. A 43-as rendszámhoz nincsen stabil izotóp. Itt van szépen ez a technikumnak megfelelő. De itt is van egy lyuk, ha megnézzük, 61 néhánynál, most nem tudom fejből, na ezeket a periódusos rendszer lyukakat megtalálták, és mesterségesen elő tudták állítani. Aztán itt van egy nagy lyuk, itt a 90 fölött, itt az urán és környékén már csak instabil izotópok vannak, bár többeknek milliárd év a felezési ideje, például az uránnak sincs stabilizotópja, csak az urán 235-nek olyan 4,5 milliárd év a felezési ideje, tehát hogyha volt a Föld anyagába urán, akkor mai napig is mondjuk felére lecsökkenve van, és aztán egyre hézagosabb lesz, és az uránon túli elemek között már csak ilyen az uránon nagyon túl levő elemek között már csak ilyen másodpercnél kisebb felezési időket találunk. Nos, itt indul tehát ez a technika, és nagyon fontos alkalmazásokkal rendelkezik.
egy megjegyzés, hogy ne írjak rosszat most hirtelen, elbizonytalanodtam ebbe a 61 napba, lehet, hogy ez inkább 61 év, de az a lényeg, hogy a technékiumnak nincsen olyan izotópia, ami túlélte volna a földtani korokat bomlás nélkül. Így tehát a kutatók megismerték az atommag alkotó részeit, sok mindent megtanultak ezeknek a természetéről, az energiákról, meg ilyesmiről, és megnyílt az út azelőtt, hogy hasznosítsák ezt energiatermelési célokra. De ez majd a következő előadás anyaga lesz. Köszönöm a figyelmet!